barátaim! Az utóbbi másfél esztendőben sajnálatos módon túl sok alkalom nyílt arra, hogy a demokratikus intézményrendszerért, a szólásszabadságért, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése miatt aggódók, tiltakozásukat megfogalmazandó utcára vonuljanak. Sok civil szervezet bontott hát zászlót, ezek egyike a hallgatói hálózat, mely az új felsőoktatási koncepció hallatán alakult meg egyetemi polgárokból. Egyetemi polgárokat mondtam, mert az egyetem olyan sajátos intézmény, mely nem tud, és hitem szerint nem akarhat működni az oktatók és a hallgatók közössége nélkül. Szemben a hierarchikus gépezetként működő egyetemeinkkel ezt a problémát kimondtuk, megfogalmaztuk, de ez nem elég. Azért, amiért ma idejöttünk, némi sajátossággal bír. Kedves barátaim, ez a tüntetés nem kormányellenes tüntetés. Civil szervezetként a hallgatói hálózat arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a felsőoktatás ügye általánosságban, egyetemeink és főiskoláink helyzete különösen nem pártpolitikai kérdés, ez szakpolitikai kérdés. A hallgatói hálózat több tüntetés után úgy döntött, hogy szakmai állásfoglalással áll elő, holott ez nem egy civil szervezet feladata. Olyan oktatáskutató szakemberek bevonásával készítettünk elemzést, akik a felsőoktatás helyzetét nem a parlamenti mosdóban született pletykákból, a fekete állami Audi plüssborítású ülésén elkapott félszavakból, hanem tapasztalatból és szakszerűen ismerik. Elkészült egy szakmai anyag, mely ízéporrá zúzza a felsőoktatási törvényt, késavas kritikával illeti a keretszámokat és a tandíj bevezetésének félig sem megemésztett ötletét, de ez még nem elég. Nem populista lózongokkal igyekszünk aláásni az átalakítás egyébként szükségszerű gondolatát, mint tette a jelenlegi kormányzópárt még ellenzékben 2008-ban. Nem önmagában a tandíj egyébként fájdalmas gondolata ellen érvelünk demagóg módon. A hallgatói hálózat álláspontja az, hogy olyan és csak is olyan tandíjrendszer bevezetését tudná elfogadni, amely születése pillanatában tartalmazza a szociális ösztöndíj intézményét. Ha jelenlegi nem ilyen, elutasítjuk. Ha szükségszerű a tandíj, ahogyan szinte minden oktatási szakértő hangsúlyozza, akkor annak egyetlen lehetséges módja az legyen, hogy a befolyt összeg szociális ösztöndíj formájában a legszegényebbek számára is fenntartsa az egyetemen való tanulás esélyét. Ugyanakkor a befolyt összeg maradéktalanul az egyetemeken maradjon, és azt a minőség fejlesztésére fordíthassa az adott intézmény, mégpedig autonóm módon. Egyetemi oktatóként naponta tapasztalom, hogy a hallgatók nem azért nem tudnak bejárni órára, mert éppen kocsmában ülnek, vagy mert nem akaródzik bejönni nekik a hidegben, hanem azért, kedves barátaim, mert már sokan most is napi 8 órában dolgoznak a megélhetésükért. A vidék fejlesztését, támogatását helyesen, ám bátor túl nagy szájjal hirdető kormány azonban éppen azokat sújtja leginkább, akik vidékről Budapestről jönnek tanulni. Továbbá azt a magyar vidéket, ahol a családok sokszor így, hogy kisgyermekként kezelted őket, kedves kormányzat, azt érted el, hogy az egyetemi ifjúság vidéken, csak úgy, mint Budapesten, nagyon dühös lett és utazik rád. Nagyon dühös! De még mindig nem válaszoltunk arra, hogy mi a teendő.
Az utolsó nyílt nap azt jelenti, hogy ez az utolsó olyan eset, amikor az egyetemisták a röghözkötés réme és az eladósodás fenyegetése nélküli egyetemisták lehetnek. Ti vagytok az utolsók, akik még szabadon lélegezhetnek. A hallgatói hálózat úgy szimbolikus, mint szakmai érvekkel megpróbálta jobb belátásra bírni a szaktárcát, de gúnyos mosolyon és cinikus várándításnál többet sosem kaptunk. Hálózat olyan elszánt civilekből áll, akik látszólag minden kézzelfogható cél nélkül dolgoznak, s mint ezt már sokszor, bár tévesen megkaptuk, tevékenységünk ezért csak is sikertelen lehet. Való igaz, hogy a civilek sokszor a sikertelenségben élnek és lélegeznek, de szeretném mondani, hogy nekünk az azonnali siker és a népszerűség önmagában nem érték. Elvek alapján élünk és dolgozunk, azért, hogy nap-nap után feltegyünk magunknak azt a kérdést, hogy az elhagyatottság 30. szélességi, a szégyen 100. hosszúsági és a fogat összeszorító dac végső magassági fokán lehet-e még jutni előbbre? Lehet! Sőt, úgy tűnik most csak így lehet. Mi a teendő akkor? A hallgatói hálózat nevében itt a nyílt színen ígéretet tehetek arra, hogy aktivistáink a fogat összeszorító DAC minden erejével azon lesznek, hogy a felsőoktatási törvény így, ebben a formában és ezekkel a rendeletekkel soha ne léphessen életbe. Ez a szégyen ne intézményesülhessen. Eszközeink a megalázott, meggyalázott, megelőszakolt jogállamiság még maradék legális eszközei, valamint a polgári engedetlenség békés, erőszakmentes kelléktára. A hallgatói hálózat soha, mondom soha nem fejezi be a küzdelmet, nagyon sok ötletünk és javaslatunk van még. Nem tudunk és nem akarunk elfáradni. Célunk a középiskolai és az egyetemi ifjúság felrázása, a valódi demokratikus kultúra, a vitatkozó demokrácia és az érdekérvényesítés meghonosítása egyetemeinken. Találkozunk a demokratikus egyetemi fórumokon, Budapesten, Pécsett, Debrecenben és az ország összes a hallgatói hálózathoz most csatlakozó szervezetéhez és a frissen létrejött oktatói hálózat rendezvényein. A küzdelem folytatódik, márciusban újra kezdjük.